A sürgősségi orvosok háromnegyede hiányzik a kórházakból. Erre hívta fel a figyelmet az orvosi kamara. Az egészségügyi államtitkár az adatgyűjtés módszertanát hiányolja. Utasítással a sürgősségire irányított orvosok panaszaival a rezidens szakszervezet is találkozott már. A Párbeszéd szerint krízis helyzet van az egészségügyben. Havonta 800 ezer forint. A szocialisták szerint ennyit költ kommunikációra a délpesti kórház. Az MSZP azt szeretné, ha az összeget inkább a sürgősségi ellátás erősítésére fordítaná az intézmény. Vállalhatatlan, hogy kommunikációra havi 800 ezer forintot, évi 10 millió forintot tud költeni ez a kórház, ez havi két orvosnak a munkabére. A sürgősségi ellátást az orvosi kamara is problematikusnak tartja. Szerintük jelenleg körülbelül 140 szakorvos látja el 600 doktor munkáját. Az ország 103 kórháza közül 48 intézményből gyűjtöttek adatokat. Nehezen, mert ahogy írják, sok helyen még az informális válaszadásra sem mertek vállalkozni. Az ő gondos betegellátásuk egyáltalán nem kérdőjelezhető meg, az ő érdekeiket képviseljük akkor, amikor kimondjuk, hogy megfelel a király, hiszen a mellettük dolgozó nem szakképzettekért is nekik kell a felelősséget vállalni, jelentősen túlterheltek, tehát a megszólalásunk többek között és nem utolsó sorban az ő védelmükben is történik. A rezidensek szakszervezete is foglalkozott már olyan panasszal, hogy egy más területen dolgozó orvosnak utasításra kellett a sürgősségén a munkát elvállalnia. Ez a felelősség, vagy ez a típusú munka azért kiégésre sokkal jobban hajlamosít, tehát és sokkal nagyobb terhelés, amit jobban meg is kell fizetni bizonyos tekintetben, erre pedig nagyon sok kórház nem hajlandó, miközben mindenhol Nyugat-Európában ezeket az embereket kiemelten megbecsüli a rendszer. Az egészségügyi államtitkár híradónk megkeresésére azt válaszolta, hogy nem ismeri a felmérés pontos módszerét, forrását, és sem a kórházvezetők, sem a kórházszövetség nem jelezte a problémát. A Párbeszéd szerint nagyobb a baj annál, mint amit a minisztérium lát. Krízis helyzet van az egészségügyben. Tegyék vissza az egészségügyből kilopott 100 milliárdokat, azonnal tegyenek olyan intézkedéseket, amivel nem csak itt marasztaljuk az orvosokat és a nővéreket, hanem haza is hozzuk őket, és biztosítjuk azt számukra a fizetésen túl, hogy szakmailag elfogadható körülmények között tudnak dolgozni. Az orvosok és az ápolók béremelése érdekében a Párbeszéd javaslatot nyújtott be a költségvetéshez.